úgy látjuk, hogy kevesen versenyeznek pónival a lovastus a szakákban. Ti mit gondoltok, hogy miért lenne esetleg jó, hogyha többen választanák őket? Én is úgy látjuk, hogy kevesen lovagolnak pónit, ennek leginkább azt látom az az oka, hogy a szülők nem szívesen veszik meg a pónit, mert a gyerek kinövi pár év múlva, és inkább versenyeztetik a 10-12 éves gyereküket olyan nagy lovon, ami nem megfelelő méretű a gyereknek, és eltorzul az ülése tőle, ahogy lovagolja, és ahogy erőlködve versenyzik vele. És sokkal jobb lenne ezért, hogyha többen mernének pónival is versenyezni, és oktatni is, és remélem a dominó példája majd kedvet ad azoknak, akik eddig gondolkodtak pónin.